A Fehérló közösségi ház kiállító termében gyűltek össze szép számon az érdeklődők vasárnap délután, ahol Siklósiné B. Judit munkáiból nyílt kiállítás. A résztvevőket elsőként Nagy István köszöntötte, aki beszédében a Moson-Magyaróvári zsinagógáról készült goblányra hívta fel a figyelmet. A színesek azok a ma is álló és működő zsinagógák. A szürkék a hajdan volt emléket állító zsinagógák. Tessék megnézni a Moson-Magyaróvárit. Ha nem látják, akkor én elmondom, hogy ott a kép és szinte teljességgel eltakarja két nagy zöldenlő fa. Egyébként a koncepció az, hogy azok a képek szürkék. Ugye valahol érzik önök is azt, aminek az üzenete ott van ebben a kovácsnál. A reménységét, a jövőjét, az életét. A hivatalos megnyitót követően egy igazán különleges kántorkoncertet hallgathattak meg az érdeklődők. A művésznek 2004-ben az Alaegerszegi zsinagóga 100 éves évfordulója alkalmából jött az az ihlet, hogy a zsinagóga épületét megvarja a gobelinbe. Szintén 2004-ben halt meg a lendvai közösség utolsó zsidó tagja, akinek emlékére szintén gobelinbe került a lendvai zsinagóga. Siklósiné Judit ekkor határozta el, hogy a magyarországi zsinagógákat, valamint a zsidósággal összefüggő életképeket, jelképeket megvarja saját előrajzolt formái alapján. Az első az, hogy minél többet varjak ki, hogy minél több zsinagóga megmaradjon, és hát ez a kultúrmisszió, ahogy én így neveztem, beteljesüljön. Sajnos nem lesz annyi életem, hogy az összes zsinagógát megvarjam. Viszont van utánpótlás, és én bízom abban, hogy ők folytatják. Az egyik kislány Izraelben, a másik Budapesten, és nagyon nagy szeretettel varják a goblineket. A kiállítás egészen február 3-áig tekinthető meg a Fehérló Közösségi Házban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.